Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét bemutatjuk, hogyan érintik a koronavírus járvány miatti szigorítások a baranyai és a tolnai sportegyesületeket. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Kiszli Vandát, a világ jelenleg legjobb női maratoni kajakosát is nagyon zavarja. Az idei évet még mindig körüllengő bizonytalanság, vele együtt az elmaradt melegégövi edzőtábor, a behatárolt lehetőségű edzésmunka, amit most éppen nem a fővárosban, hanem klubja az ASE telephelyén végez. Alapvetően persze optimista, hisz benne, hogy a két idei világverseny, az EB és a VB közül az utóbbit augusztus végén Norvégiában megrendezik. Az Európa-bajnokság helyszíne egyébként Budapest lenne július végén, és tekintettel az időpontra a legrangosabb kontinens viadalt sem törölte még a Nemzetközi Szövetség az idei versenynaptárból. A vírussal kapcsolatos korábbi spanyolországi hírek miatt nem lehettek biztosak a legjobb hazai maratoni versenyzők, hogy megvalósul a március közepén kezdődő meleg égövi edzőtáborozásuk. Mivel a vendéglátók is pozitív visszajelzést adtak az akkori helyzetről, természetesen elutaztak Spanyolországba kajakosaink, de hiába. Egy nap elteltével már újra Ferihegyen landoltak. Az események is nagyon gyorsan változtak percről percre, hiszen egyik percben még azt mondták, hogy maradhatunk, nincs semmi baj, és folytathatjuk az edzőtábort a megszokott módon. Aztán a következő órában már besengedtek minket a telepre, ahol edzettünk, és közölték velünk, hogy akkor másnap indul haza a repülőgépünk. Úgyhogy igazából nagyon felgyorsultak ezek után az események. Hazaértünk, akkor mindenki egy önkéntes karanténba vonult, ahol nem érintkezhetünk senkivel, nem találkozhatunk senkivel. Vasárnap ugye hazaértünk, kedden kellett felmennünk ismét Budapestre, ahol csináltak rajtunk egy tesztet, illetve vettek tőlünk mintát, és ezután várakoztunk az eredményre, hogy megtudjuk, hogy vajon elkaptuk-e a vírust, vagy nem. Szerencsére csütörtökön este kiderült, hogy minden sportolónak, illetve aki az edzőtáborban tartózkodott, negatív lett a mintája. Miután folytatódhatott volna itthon a felkészülés, ám a vírus helyzet itthoni fokozódása az emiatt foganatosított intézkedések további akadályokat jelentenek a napi felkészülésben. Pillanatnyilag a világ legjobbjának számító Kiszli Vandának is a női maratoni kajakkenuban. Egyelőre nincs kiscsoportos edzése sem Budapesten, így két hétig itthon Pakson gyakorol. Kapcsolatban vagyok mind a pesti edzőmmel is, mind az itthoni egyesületnek a vezetőivel, illetve edzőivel, hogy nyilván ők is tájékoztatnak engem, hogy mikor van az idősáv, amikor nincs lent senki a csónakházban, vagy éppen vízen el tudjuk kerülni egymást, hogyha esetleg valaki még evez. Tehát most itthon készülök két hetet biztosan, utána, majd húsvét után megyek vissza Budapestre, most eddig úgy néz ki, természetesen ami változhat. Utána reméljük, hogy már ott folytatódhatnak az edzések, és reméljük, hogy hamar visszakerül minden a régi kerékvágásba. A maratoni kajakkenusok okkal reménykednek, ha nyár elejére lecseng a világjárvány, jó esély van a július végi budapesti Európa-bajnokság, de még inkább az augusztus végére tervezett norvégiai világbajnokság megrendezésére. Ám nagy még a bizonytalanság ezügyben is. Igen, ilyen a helyzetben még azt se tudjuk, hogy mire készülünk igazából, szóval ezért is nehéz úgymond megoldani az edzéseket, hiszen május 31-ig az összes versenyünket lemondták, viszont a továbbiakról nyilván nem is tájékoztattak minket, mivel még ők se tudnak semmit se a szövetségbe, se az egyesületekbe, sehol. Nyilván ez a helyzet, ahogy változik, úgy változnak az információk is, valószínű ezért nem tudnak ők is semmilyen döntésre jutni. Szóval egyelőre próbáljuk szinten tartani a fittségünket, illetve az edzettségünket, de egyelőre csak azt tudom mondani, hogy készülünk a továbbiakra, és várjuk a döntést, hogy a versenyekkel kapcsolatban milyen döntéshozatal születik. Vanda felért már a csúcsra, volt korosztályos és felnőtt világ- és Európa-bajnok,
Mégis felettébb motiválja a címvédés, hova tovább a duplázás, triplázás, miután a maratoni szakákban olyan királynőként emlegessék majd, mint Csaj Renátát, aki még mindig egyik nagy riválisának számít hazai és nemzetközi porondon. Az, hogy már megnyertem EB-t, VB-t, az egy nagyon jó dolog, és tényleg nagyon boldog vagyok emiatt. Viszont szeretnék amennyit csak lehetséges, nyilván annyi címet gyűjteni, amíg ott tudok lenni az élmezőnyben, és amíg jól érzem magam abban, amit csinálok. Szerintem addig én folytatni szeretném, és ez a motivációm. Úgy tűnik, Hűmarad nevelőegyesületéhez, az ASÉ-hez jobb ajánlat esetén sem tervez átigazolást, mint azt a tolnai Boros Adrián a napokban megtette és Győrbe igazolt. Igazából az én fejemben még egyszer se fordult meg az, hogy eligazoljak innét Paksról, hiszen szerintem nagyon jó egyesületbe kerültem be, tényleg egy szavam se lehet, hiszen minden segítséget megkapunk tőlük. Megkezdték a szárazföldi kiscsoportos edzéseket a szekszárdi jégkorongosok utánpótlás csapatai. Noha a helyzet nekik sem rózsás, ők fedett, nem mobil létesítmény hiány már hozzászoktak ahhoz, hogy március végén véget ér az idény. Ennek ellenére az elmúlt 5 év vitathatatlan, egyértelműen előrelépést mutató eredménye, hogy már most képesek lennének elindulni az országos serdülőbajnokságban, ha 2020 őszére már megígért szabványos méretű csarnok megépülne, elkészülne, amit valamennyi új egyesületnek beígértek, és amire egyébként a sportág központi fejlesztési programjában már régebb óta megvan a forrás az Országos Szövetség költségvetésében. A jégkorongsport Szekszárdon kisebb veszteséget szenvedett el a koronavírus miatt, mint az évszakokon átívelő többi sportág. Korszerű fedett csarnok hiányában ugyanis az elmúlt másfél évtizedben március, eddig volt jég, mindig a zárórát jelentette a lábát megvetni óhajtó szekszárdi jégkorong számára. A nem szeretett szárazföldi edzéseknek kellett áthidalnia az újabb hosszú hónapokkal teli szezon kezdetet. Most is így van. Minden rosszban van valami jó, mondja előjáróban a szekszárdi hokit vezető edzőként 6-7 éve gardírozó dunaújvárosi illetőségi volt élvonalbeli játékos Kakas Krisztián. Októbertől elkezdődik a bajnokság egészen március végéig, ugye az elég hosszú, a gyerekek folyamatosan jégen vannak, minden hétvégén meccset játszanak, úgyhogy erre azért szükséges ez a felkészülés. Hát igen, idén először van ez a helyzet sajnos, hogy bejött ez a vírus, és az egész országba leállt az élet. Amit igyekeznek játékossá, bohókássá tenni a szigorúan kiscsoportos foglalkozás során, figyelve, ügyelve arra, hogy senki más rajtuk kívül ne tartózkodjon a zárt, szabad helyen. Inkább hasonlít az edzés más labda, illetve csapatjátékokra, mint a jégkorongra, de ez is a cél. Idén volt az az első évünk, hogy szerepeltünk ténylegesen a nagypályás országos bajnokságba, ahol az alapszakaszt végigjátszva bekerültünk a felsőházi rájátszásba, ahol igazából hát azon a 4-5 mérkőzésen, amit lejátszottunk, a felét meg tudtuk nyerni, a többi 6 meccsen dőlt volna el igazából a helyezések sorsa. Hát így elmondhatjuk azt, hogy szerepeltünk idén először, ami nagyon nagy pozitívum a szekszárd életében, főként úgy, hogy jelenleg még kispályával rendelkeztünk, és a nagypályás csapatok ellen tudtunk sikereket elérni. Nem lehet nem észrevenni, Kakas Krisztián szakmai irányításával, remek összhangban az edzőkkel és a szülőkkel, az elmúlt 5-6 évben mind mennyiségi, mind minőségi értelemben szépen halad előre az önálló jégkorongsport megteremtésének útján a szekszárdi klub. Megyeszékhelyként a várostól mi azért nagyon sok segítséget kaptunk eddig is, meg remélhetőleg ezentúl is nagyon sokat fogunk kapni. Ebből a szempontból azért baj a nehezebb helyzetben van, és ők is igyekeznek fölvenni a tempót. A szekszárd baj a további jó együttműködés bizony magában hordozza annak realitását, hogy az első OB2-es felnőtt csapatot a két város játékosai adják össze, remélhetőleg akkor is majd szekszárdi dominanciával.
Szeretnék legalább 80%-ban megtartani a mostani csapatot, az atomerőmű ese négyszeres magyar bajnok és ugyanennyiszeres magyar kupagyőztes férfi kosárlabda csapatánál, mely a bajnokság félbeszakítása előtt folyamatos játékbeli javulást felmutatva az igen biztató harmadik helyen állt a táblázaton. Jó előjel ebből a szempontból, hogy a meghatározó magyar játékosok többségével már is hosszabbítottak, és megkezdték a tárgyalásokat azokkal a meghatározó amerikai légiósokkal, akiket szívesen látnának a SMS-ben a következő idényben is. Ha valahol nagyon bánták, hogy a nem várt ismert okok miatt félbeszakadt a bajnokság a hazai férfi kosárlabda élvonalban is, az egyik csapat mindenképpen a paksi ase lenne. Harmadik helyen állt Branislav Gyunis együttese éppen, és kívülről is úgy tűnt, márciusra összeállt egy akár újra a bajnoki döntőbe jutásra esélyes csapat. A sajnálkozás, a sopánkodás közepette a legfontosabb feladata a vezetésnek megtartani legalább 80%-ban ezt a csapatot a mai magyar maggal és a jó benyomást tett legalább három külföldi játékossal. Ami a jövőt illeti, ez ugye van 5 játékos plusz 3 paksi fiatal, akikkel tervezünk a folytatást, aki a meghatározó játékos, ez a Kovács Ákos, Lorán Peti, Eilingsfeld Jani, bízunk benne, hogy rendben lesz Kis Raúl, meg Valerio Bodon Vincent, nekik van szerződésük, illetve 3 paksi fiatal, Szalai Milán, Pajor Dávid, meg Kalmár Viktor, ez összesen 8. Az idén a férfiaknál a női csapatokhoz hasonlóan kötelező lesz egy 23 év alatti játékos szerepeltetése az első félidőben. A felsorolt 3 fiatal közül kerülhet ki az egyik, ám megeshet, hogy egy hazai fiatal kiemelkedő tehetséget éppen emiatt szerződtethet az ASE. Ezzel 2 legyet is ütve egy csapásra. Így is szerintem elég erős a magyar magunk, de hogyha meg erősebb lehetne, például ilyen szempontból is, hogy U23-os játékos, illetve aki beletartozik ebbe a kategóriába, akár már meghatározó embernek mondható, az például nagy előny lenne, de konkrétumokat jelenleg nem tudok mondani, mert szerintem sok csapatnál is most zárnak a szezon, most ugye voltak tárgyalások, szerződésbontások. Nekem legjobban tetszene, hogy valaki, aki U23 szabályba tartozik, és már azonnal bevethető, nem csak a szabály miatt, hanem teljesítménye alapján is, de ugye ez nem egyszerű, mert nem nincsenek sokan. Mondom, is lehet, akár egy meghatározó magyar, akár egy fiatal, aki fog tudni segíteni nem csak az a szabály miatt, hanem alapteljesítménye miatt is. A légiósok megtartása, illetve újak szerződtetése április tájékán minden klubnál egy több ismeretlenes egyenlet. Pláne most. Az ASE-nél a teljesítő, emberi tulajdonságaival is pozitív képet nyújtó 3 légióst, amiről Pavlik beszélt, mindenképpen szeretnék a soraikba tudni a következő szezonban. Evans, Nick Faust, Omar Calhoun, akit ugye látunk csak 2 meccsen, de ő is nagyon-nagyon jó embernek tűnt, jó játékosnak tűnt, vele egy ilyen nyugodtabb volt a játék, ezt látszott 2 meccsen, amikor játszott ugye Omar is velünk. De mondom, ez sok tényezőtől függ, hogy sikerül, ők akarnak visszajönni. Mi nyilván, mondom, ez a, hogy maradt együtt a csapat nagy része, ez nagy előny jelentene szerintem jövőre is. Ami a légiós igazolásokhoz szükséges forrásokat illeti, az atomerőmű esélynek 1-2 csatornás financiális háttere miatt nincs talán annyi aggódni valója, mint más élvonalbeli kluboknak, főleg a koronavírus gazdasági hatásai miatt. A félbeszakadt szezon miatt már fizetéscsökkentéseket is végrehajtottak, miután több pénzt tudnak elméletileg fordítani kulcsembereik megtartására, illetve új játékosok leigazolására. Mint kiderült, újabb minőségi igazolásnál inkább egy magyart látnának szívesen a csapatban, mint egy újabb külföldi légióst. Ez is lehet, hogy ha sikerülne egy meghatározó magyart hozni, akkor kevesebb légióssal kezdjük. Sok kérdés van meg benne,
de mondom, jelenleg szerintem nagyon jól állunk. Más csapatoknál nem tudom, hogy milyen stádiumban van ez a jövő évi csapatépítés, de szerintem nálunk jelen pillanatban abszolút rendben van minden. Rögtön a szezonnyitó után a Kártaréna Gokart stadion is bezárt a koronavírus járvány terjedése miatt. Jelenleg a pálya környezetének szebbé tételén dolgoznak a tulajdonosok. Kibővítik a vendégvárót és a nézőteret, valamint elkészül a kerítés és a parkoló is. Az újranyitáskor jelentős kedvezményekkel várják majd a gokartosokat. Ahogy azt kell, március elején megkezdődött a gokart szezon. A Kártaréna Gokart stadion első endurance versenye népes mezőnnyel még sikeresen lezajlott, ám aztán a veszélyhelyzet kihirdetése után be kellett zárni a pályát, hiszen a vendégek és a versenyzők nem csak a gokartokat, hanem a sisakokat is bérlik. Most olyan felújítási, átalakítási munkálatokat végeznek a területen, melyeket télen nem lehetett. Sajnos ugye úgy kezdtük, hogy az első 10 napunk nyitás után be kellett zárni ugye a helyzetre való tekintettel. Én úgy gondolom, hogy pont ez a go-kart sport az egyik olyan sportág, ahol a legveszélyeztettebbek az emberek, hiszen ugye a mi bérsisakjainkat használják, és azokat nem tudjuk kellőképpen fertőtleníteni. Így bezártunk. A vírus előtt lezajlott, nagyon jó sikerült, nagyon jó volt a hangulat. Eredményes is volt a versenyzés végig. Nyilván a versenyzőink már várják a következő lehetőséget, hogy újból jöjjenek, de hát most a helyzet ez ezt hozza. Természetesen mi addig a gépeket is, a pályát is olyan szintre hozzuk, hogy minél kevesebb kimaradás maradjon ebben az időszakban. Jelen pillanatban próbálunk arra törekedni, hogy a pálya környezetének a szebbétételét, amit most ugye meg tudunk csinálni, gond nélkül, mert nincsenek vendégek. Ezeket megpróbáljuk, hogy fölkészülünk a nyitásra, hogy minél szebb legyen, minél otthonosabb környezetbe tudjuk újból fogadni a vendégeket. Vadász Péter elmondta azt is, hogy az újranyitáskor kedvezményekkel várják a gokartosokat, és megkérik majd őket, hogy aki csak teheti, saját bukósisakban versenyezzen vagy gyakoroljon. Most próbáljuk, hogy a kerítést körbe rakását megcsinálni, hogy azokat a dolgokat, amiket mindig csak odáztunk, a kerítés rendetétele, a fűnyírás, a vendégváró, illetve a nézőtér kibővítését próbáljuk szebbé tenni, illetve hát most egy nagy beruházás lett még ez idő alatt, a parkolónknak a lekövezése lesz, úgyhogy azt szerintem addigra, amire véget ér ez a ciklus, addigra az is már tényleg egy olyan állapotba kerül, hogy a vendégnek egy kultúrát, parkolót tudunk biztosítani. A bajnokságban nyilván ugye az időhatárokat betartva megnézzük, hogy a futamainkat hogy tudjuk betartani. Nyilván ugye most mindenkinek lesz egy olyan anyagi vesztesége, amit nem fogunk tudni mi sem pótolni. Azon gondolkodtunk, hogy ugye idén csináltunk egy áremelést, viszont ugye most az üzemanyag ára jelentősen csökkent, hogy vissza fogunk térni nyitáskor az eredeti árainkra, a tavalyi árakra. Ebből is egy kicsit könnyíteni a vendégnek a lehetőséget, akik mégis el akarnak jönni hozzánk. Terveinkben azt próbáltuk, amit mondtam az elején is, hogy a bukósisakok pont egy olyan veszélyes zóna, amit nehéz kikerülni, hogy próbáljuk majd arra ösztönözni a vendégeket, hogy a saját sisakokkal jöjjenek, próbáljanak beszerezni sisakot. Egy kicsi könnyítést teszünk, hogy nem csak a zárt sisakokat fogjuk engedni, hanem minden olyan bukósisakot, ami legalább egy elminősítéssel rendelkezik, hogy azok jöhessenek. Volt egy edzési napot még tartottunk a bezárás előtt, amikor még ugye nem tudtuk, hogy ez be fog jönni. Természetesen ugye a következő verseny előtt újból megtesszük ezt az edzés lehetőséget, hogy mindenki ráhangolódjon a szezonra. Valószínűleg ugye egy kicsit csökkenteni fogjuk az ezévre tervezett futamok számát, de ezt majd mind meglátjuk attól, hogy hogyan jönnek az emberek, és hogyan tudják ők is abszolválni anyagilag ezt a helyzetet. Nyilván nem tudtam, hogy ilyen lesz, de már kiírtam az elején a versenykiírásban, hogy ha ennyi versenyt tudunk megtartani, akkor mennyi dobható belőle, vagy hogyan lesz a dobás. Nyilván, hogyha 3-4 futam lesz, akkor a 3-4-ből már nem lehet dobni, mert ugye akkor már értelmét veszíti a verseny, akkor teljes szezon fogunk venni. Ez ugyanúgy, mint hogy a Forma 1-ben, és mondjuk azt mondjuk, hogy ha van egy futamnak a 75%-át teljesítették, akkor ugye teljes szezont veszünk alapul, de így most nekünk ez marad. Azt, hogy mikor nyit ki újra a stadion, egyelőre nem lehet tudni. Minden esetre nem árt, ha akár csak a téli szünetben, lelkileg és fizikálisan is készülnek a versenyzők a rajtra.
Magyarország futó nagykövete, a Futapécsese híres arról, hogy nagyon összetartó, jó csapat. Örömfutásokat és közösségi alkalmakat tartanak, versenyeket szerveznek. Most azonban ők is azt javasolják, hogy ha lehet, mindenki kerülje a csoportos sportolást, és kerüljék az olyan helyeket, amelyeket sokan látogatnak. Inhof József nem gyerekkorában, hanem 50 évesen egy súlyos baleset után kezdett el sportolni. Először kisebb távokra vállalkozott, majd idővel egyre többet futott. Évek óta ő a szervezője a Baranyában egyre népszerűbb Szederkény-Bój 100 km elnevezésű versenynek. Ez úgy kezdődött, hogy valamikor a pestiek szerveztek futást a Balaton körül december első hetébe, és én ezt megneszeltem, oda elmentünk besegíteni a Balatont körbefutóknak 20-40 kilométerre, és az egyik évben így két autóra való ember elmentünk oda, hogy fussunk egy kicsit hosszabbat. És akkor volt az, hogy ha Willi barátom is, meg én is futottunk 100, meg 110 kilométert. És akkor gondolkodtunk pont azon a télen, hogy ha aki 100 kilométert tud futni, az így 3-4 darabba 24 órán belül, az biztos egyszerre is le tudja futni, és akkor kíváncsiságból mi a Willi barátommal így februárban lefutottuk ezt a 100 kilométert, úgy, hogy a sporttársak jöttek 20-30 kilométerre, besegítettek, családtagok jöttek, kísértek bennünket, buzdítottak, és 12 órán belül ügyesen mi ezt lefutottuk. És utána ebből lett egy olyan hagyomány, hogy megirigyelték ezt nálunk jóval fiatalabbak, meg jóval kíváncsibbak, és fiúk, lányok bepróbálkoztak évről évre, következő évben már 5-en futották le, ebből 2 lány, hölgy volt, és az idén meg most így hirtelen nem is készültem, 24-en azt hiszem futottak 100 kilométert. Azt biztosan tudom mondani, hogy az ország 9 megyéjének 25 településéről jöttek az idén Szederkénybe a 100 kilométert lefutni. Ketten jöttek Németországból, Budapestről még, ahhoz nincs benne be a 25 településbe, hallatlan hangulat volt, csodálatosan éreztük magunkat. Inhof József először magányosan futott, majd mind többen csatlakoztak hozzá. Magyarország futó nagykövete a Futapécsese alelnökeként sokat vállal, ő a közösség motorja. Most azonban a koronavírus járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzetben ő is azt tanácsolja, hogy bármilyen nehéz is, egyelőre mindenki kerülje el a csoportos futásokat, illetve azokat a helyeket, amelyeket sokan látogatnak. Én ugyanúgy vagyok, mint bárki más, hogy nagyon nehezen viselem a bezártságot, de alkalmazkodik az ember a megváltozott helyzethez, mindenképpen igyekszik betartani a törvényeket, illetve igyekszik úgy élni, hogy saját magának és másnak sem legyen a terhére, mindettől függetlenül jó érezze magát. Szerencsére én még dolgozom, és a munkatársaimmal tudjuk egymást váltogatni, ugyanakkor az edzéseimet még nincs teljes kijárási tilalom, vagy hát lakhely elhagyási tilalom, addig igyekszem úgy intézni, hogy kerülöm azokat a tereket, ahol eddig szívesen megfordultam, ahol szívesen találkoztam futótársakkal, emberekkel, fiúkkal, lányokkal, most még jobban keresem a pusztát, keresem a magányt, csodálatos helyeket lehet felfedezni. Egyrészt a Futapécsesek, akkor a Futapécsen kívül ugye más futóegyesület is, mint a Fitbike, meg a Mecsek Maraton Team. Reggelente ott találkozunk a Tüskés réten, hogyha oda kimegy bárki, meggyőződésem, hogy reggel 4-től, és független attól, hogy nincs világos, korán reggeltől késő estig talál embereket, de ilyenkor én is azt képviselem, mint nagyon sokan, hogy ne menjünk olyan helyre, ahol sokan futnak, kerüljük akár. Én most nem mondok szándékosan helyeket, nehogy megbántsak bárkit is, de azok a közkedvelt futóhelyeket, ami akár tó körül van, vagy akár úgy erdőbe, hogy mellette játszótér van, ezeket kerüljük el. El lehet találni Pécs körül, Komló körül, Kozár-Misleny körül, olyan csodálatos helyeket bármelyik északra, délre, keletre, nyugatra, bármelyik irányba, hogy föl kell ezeket fedezni. Nem beszélve arról, aki falul lakik, az meg külön kedvezményezett helyzetben van, mert
mert hát gyönyörű a puszta ilyenkor, nagyon nincs sár, remek futós vagy akár kirándulós helyek is vannak, hát nem fut mindenki, de érdemes kimozdulni otthonról, főleg aki ugye otthon dolgozik, vagy otthonról dolgozik, az menjen kicsit sétáljon, vagy a kutyájával elmegy sétálgatni, és akkor keresse azokat a helyeket, amerre még nem járt, mert rengeteg csodálatos hely van. Egyrészt volt egy nagyon balesetem, nagyon nagy balesetem volt, és teljesen véletlen megmaradtam, és utána, hogy újra erőre kapjak, akkor kezdtem újra futni, meg elment akkor a testsúlyom, 108 kiló voltam, és úgy gondoltam, hogy 40 pár évesen az ember jobban érzi magát, hogyha egy átlagos testsúlyhoz közelít, mert soha nem sikerült még átlagos testsúlyt elérnem, de igyekszem közelíteni hozzá, és akkor így nekiálltam magányosan futni, 5 évig futkostam magányosan, és akkor utána találkoztam egy emberrel, kettővel, és akkor utána kiderült, hogy ez egy csodálatos társasport. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!